Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit rendes testületi ülésünkön. Megállapítom, hogy a 12 főből 10 fő jelen van, így a képviselőtestület ülésünk határozatképes. A kiküldött meghívóhoz képest szeretnék módosító javaslatokkal élni. Egyebekben szeretném fölvenni előterjesztés forgalomcsillapító bordát helyezéséről. Az anyag itt kedden kiküldésre került. Egyebek kettesben előterjesztés az idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról. Ez az anyag szerdán került kiküldésre. És az egyebek hármasban pedig javaslom előterjesztés a komplex energetikai fejlesztések Tiszavasságban megnevezési pályázattal kapcsolatosan megkötött vállalkozási szerződések módosítása a teljesítés határideje tekintetében című napirendet. Más módosításra nincs javaslatom. Igen. Megkérdeztem volna, hogy van-e módosító javaslatra a képviselők részéről. Igen, köszönöm. Szeretném kérni a tisztelt képviselőtársadat, hogy döntsünk arról, hogy a zárt ülésen előterjesztett 28-as számú napirendi pontot azt tegyük nyílt ülésen tárgyalandóvá. Ugyanis álláspontom szerint semmi olyan indok nincs, amely azt indokolná, hogy a zárt ülésen tárgyaljuk. És erre szavazunk. Jó. Köszönöm. Én azt hiszem, ez a kérdés felvetődött bizottsági úgy tudom, bizottsági ülésen is felvetődött ez a kérdés, és megválasztanásra került. Kérték üzleti titokra való hivatkozással ennek a napi rendnek pontnak az átülésen való tárgyalását, úgyhogy én nem javaslom nyílt ülésen megtárgyalni. Igen? Tehát az önkormányzati törvény 46. szakasz első bekezdés célpontja szerint zárt ülést rendelhet el abban az esetben, hogyha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat egyebekben ugye, vagy más üzleti érdekét sértené. Na most ugye elhangzottak dolgok a pénzügyi bizottsági ülésen, de tekintettel arra, hogy zárt ülésen volt, nyilván arról nem beszélhetek. Nem értek egyébként egyet azzal a gyakorlattal, hogy azért, mert valaki kéri, akkor zárt ülést rendeljünk el. Én azt gondolom, hogy ebben semmi olyan indok nincs, ami alátámasztaná, hogy itt üzleti érdeksérelméről lenne szó. Nyugodtan utána lehet nézni egyébként az üzleti titokvédelméről szóló 2018. évi 54-es törvényben foglaltaknak, amely szerint ugye ott le van írva, hogy üzleti titok mi lehet. Tehát az, amikor az önkormányzat egy adott tevékenység ellátásához árajánlatot kér valakitől, abban semmi olyan, akár know-how, akár bármi egyéb olyan gazdasági tény vagy összefüggés nincs, ami indokolná azt, hogy itt zárt ülésen tárgyaljuk. Tehát álláspontom szerint ez semmi más nem szolgál, mint az, hogy a nyilvánosságot kizárjuk ennek a napirendnek a tárgyalásáról. Úgyhogy kérem, hogy szavazunk arról, hogy felvesszük egy nyílt ülésre. Köszönöm. Köszönöm képviselő hozzászólását, ez is egy vélemény, ettől függetlenül azt gondolom, hogy zárt ülésen javaslom tárgyalni a 28-as napirendi pontot, de megkérdezem a képviselőtestületet, hogy támogatja képviselő úr módosító javaslatát, miszerint a 28-as napirendi pont kerüljön nyílt ülésen való tárgyalásra. Kérdezem, ki az, aki ezzel egyetért. Kettő igen szavazat, ellene 8 nem szavazat, tehát a napirend szerint zárt ülésen tárgyaljuk a 28-as előterjesztésünket. Most megkérdezem a képviselőtestületet, hogy ki az, aki általam javasolt, egyebek napirendi pontok készítésével elfogadja a napirendi pontok tárgyalását és sorrendjét. Igen, szavazat 8, ellene és 2 nem szavazattal a napirendi pontok elfogadásra kerültek. Bocsánat, kiegészültünk közben. Szavaztál, Zoli? Igen. Akkor 9. 9. Módosítom, bocsánat, 9. Igen, szavazattal. Napi rendi pontok tárgyalás előtt szeretném elmondani, hogy a polgármester képülése között végzett munkáról szóló beszámolót a szokásos módon e-mailben fogjuk megküldeni, és a honlapra is kihelyezésre kerül, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntések ismertetése is szintén e-mailben kerül majd megküldésre. Rátérünk első napirendi pontunk tárgyalására.
ami előterjesztés a Tivoszol Nonprofit Kft. Közszolgáltatási szerződésének módosításáról. Témafelelős Petrus Káné doktor legezeti e-mailjegyző. Van-e kiegészítés? Nincs kiegészítés. Véleményezte a pénzügyi és ügyrendi bizottság? Kérdezem a bizottság elnökét. A pénzügyi és ügyrendi bizottság 5 egyhangú igen szavazattal támogatja a határozattervezet elfogadását. Köszönöm. Szociális és Humán Bizottság véleményét szeretném kérdezni. Szociális és Humán Bizottság 4 igen szavazattal javasolja a képviselőtestületnek elfogadása. Köszönöm. Képviselők részéről van a kérdés. Tessék. Ha jól emlékszem, elhangzott a pénzügyi bizottság ülésen is, hogy ezek a többletkiadások nyilván szükségesek, de hogy akkor pontosan mire is fog elmenni, hogy erről majd akkor az ügyvezető asszonytól szeretnénk tájékoztatást kapni, hogyha lehetséges volna, akár a későbbiekben írásban. Erre van lehetőség, akkor a későbbiekben az meg fog történni. Egyébként az előterjesztésben megfogalmazásra került és a mellékletben kiküldésre került az ügyvezető által benyújtott kérelem, illetve levél, amelyben indoklással van megfogalmazva, hogy mire is kéri a többlettámogatást, de elfogadjuk képviselő úr kérését, és akkor a felhasználásról írásban fogjuk tájékoztatni. Van-e még kérdés a napirendi ponttal kapcsolatban? Más vélemény vagy javaslat? Ha nincs, akkor javaslom elfogadásra a határozott tervezetet a képviselőtestületnek. Ellene tartózkodás 11 egyhangú szavazattal a képviselőtestület elfogadta. Kettes napirendi pontunk, előterjesztés a Tivoszol Nonprofit Kft. Részére működési célú támogatás biztosítása temetőüzemeltetés során felmerült többlet hulladék elszállításának finanszírozására. Témafelelős Berbécs Ibolya helyett. Nincs kiegészítés, és pénzügyi és ügyrendi bizottság véleményezte. A pénzügyi és ügyrendi bizottság fölt egyhangú igen szavazattal javasolja a képviselőtestületnek a határozat tervezet elfogadását. Köszönöm. Képviselőtestület részéről van a kérdés. Igen. Tehát maga az előterjesztés ugye arról szól, hogy a betervezett 1 millió forint mellé még 500 ezer forint ott kér a Kft. A temetőüzemeltetéssel kapcsolatban tekintettel a halottak napja kapcsán felmerülő hulladék elszállításával összefüggésben. Én szintén, mint az előző napján, én azt szeretném kérni, hogy akkor ennek a hulladék elszállításnak a tény adatairól szeretnék kérni akkor majd egy kimutatás, hogy pontosan hány konténer volt, tehát minden, ami ezzel felmerült. Jó? Ezt szeretném kérni. Köszönöm. Igen. Annyit szeretném mondani, mivel hogy ez támogatás, célzott támogatás, tehát itt számlánként úgy gondolom van is a szerződésben egy időpont, amikor el kell számolni ebben az összeggel, tehát erről egy rész, és azt el is kell fogadnunk majd a támogatásnak a beszámolóját, elnézést. Jó, köszönöm a kiegészítést. Jó. Hát beszámoló így van a temetőüzemeltetéssel kapcsolatosan. De erről külön, ez egy külön önálló, tehát külön lesz a temetőnek egy... De szerződésben foglaltak szint, és elvileg január 31-ig el kell számolni. Igen, ez csak annyi, igen, hogy bizottságon is elhangzott ez, hogy ez egyébként, mivel működési támogatás a felhasználásról számlával bizonyítottan, majd a testület felé el kell számolni a cégnek. Ja, köszönöm szépen. Más kérdés, vélemény, hozzászólás? Ha nincs, akkor javaslom a képviselőtestületnek a határozott tervezet elfogadását. Ki az, aki ezzel egyetért? 11 igen egyhangú szavazattal elfogadásra került. Hármas napirendi pontunk, előterjesztés Tiszavasságváros önkormányzat a 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019 önkormányzati rendeletének módosításáról. A rendelet tervezett melléklethez hétfőn került kiküldésre, témafelelős Köblös Máté. Van-e kiegészítés? Köszönöm, igen, lenne kiegészítésem. A rendelet tervezett 2. paragrafusában elírásra került az általános tartalék összege, amely 2 millió forinttal több lenne, így 26.583.767 forintra módosulna.
valamint a 3-as paragrafusban pluszként bejönne a 9-es tájékoztató tábla, amelyik a melléklet 26. számú mellékletét tartalmazza. Ez kiküldésre került. Ennyi lenne, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Bizottságok véleményezték, pénzügyi és ügyrendi bizottságának is szeretném kérdezni. A pénzügyi és ügyrendi bizottság 5 egyhangú igen szavazattal javasolja a képviselőtestületnek a rendelettervezet elfogadását a témafelős által tett szóbeli kiegészítéssel együtt. Köszönöm. Szociális és humán bizottság véleményét szeretném kérdezni. Szociális és humán bizottság szintén 4 igen egyhangú szavazattal javasolja a képviselőtestületnek a rendelettervezet elfogadását a témafelős által tett szóbeli kiegészítésekkel. Köszönöm szépen. Kérdezem a képviselőket, van a kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban. Vélemény, hozzászólás, más javaslat. Ha nincs, akkor a témafelelős által tett kiegészítéssel javaslom a rendelettervezet elfogadását. Ki az, aki ezzel egyetért? Ellene, tartózkodás, 11 egyhangú igen szavazattal elfogadásra került. 4-es napi rendi pontunk, előterjesztés az egészségügyi alapellátás körzetek megállapításáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról. Témafelelős jegyzőasszony. Van-e kiegészítés? Bocsánat, Marian. Tájékoztatni szeretném a képviselőtestületet, hogy az országos tisztifőorvos is megküldte véleményét a rendelet módosítással kapcsolatban. Javasolja elfogadásra a rendelettervezetet. Egy észrevétele volt a 7-es vegyes körzettel kapcsolatban. Itt javasolta a létszámadatok felülvizsgálatát. Ezért telefonos egyeztetést folytattam a hatóság engedélyezővel, konkrétan Dévaldé Tűrcsillával, aki ismételten megvizsgálta az érintett 7-es körzet létszámadatait. Ebben a 7-es számú körzetben a középiskola tanulói, illetőleg a Gépállomás utca tartozik bele. A Gépállomás utcáról 3 fő várandós anya, 2 fő csecsemő és 19 fő gyermek ellátása történik a védőnői ellátás keretében. Véleménye szerint ezek a létszámok, ezekkel a létszámokkal a védőnő megfelelően el tudja látni a szolgáltatást, az ellátást, biztosítani tudja valamennyi jogosult részére, így ahogy korábban is az engedélyező hatóság javasolta a rendelettervezet elfogadását, most is ezt javasolja a képviselőtestület részére. Köszönjük szépen. Köszönöm. Tárgyalta a pénzügyi és ügyrendi bizottság. A pénzügyi és ügyrendi bizottság 5 egyhangú igen szavazattal javasolja a képviselőtestületnek a rendelettervezet elfogadását. Köszönöm. Szociális és humán bizottság véleménye. Szociális és humán bizottság 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a rendelettervezetet elfogadásra. Köszönöm szépen. Képviselők részéről a kérdés. Vélemény. Más javaslat, ha nincs, akkor javaslom a rendelettervezet elfogadását. Ki az, aki ezzel egyetért? Ellene, tartózkodás, 11 egyhangú igen szavazattal elfogadásra kerül. 5-ös napi rendi pontunk, előterjesztés a temetői díjtételek felülvizsgálatáról szól. Témafelelős gazdag nélkül Kortót Marianna. Nincs kiegészítés. Pénzügyi és ügyrendi bizottság véleményét szeretném kérdezni. A pénzügyi és ügyrendi bizottság 5 egyhangú igen szavazattal javasolja a képviselőtestületnek a határozat tervezet elfogadását. Köszönöm. Kérdés, vélemény. Más javaslat. Ha nincs, akkor javaslom a képviselőtestületnek elfogadásra, és hát örülünk, hogy itt nem kerül díjtétel, emelés. Tehát is változatlan formában megyünk tovább a 2020-es évre. Ki az, aki ezzel egyetért? Ellene, tartózkodás, 11 egyhangú szavazattal határozattervezet elfogadásra került. 6-os napi rendi pontunk. Előterjesztés a lakások és nem lakáscélú helyiségek bérletéről és elidegedítéséről, valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló 12/2019 önkormányzati rendelet módosításáról. Témafelelős, nincs kiegészítés, tárgyalta a szociális, a pénzügyi és ügyrendi bizottság. A pénzügyi és ügyrendi bizottság 5 egyhangú igen szavazattal javasolja a képviselőtestületnek a rendelettervezet elfogadását. Köszönöm. Szociális és humán bizottság véleményét szeretném kérdezni. A szociális és humán bizottság 4 igen egyhangú szavazattal javasolja a rendelettervezetet elfogadásra. Köszönöm.
képviselőtestület részéről kérdés, vélemény, más javaslat. Gyakorlatilag a inflációval, a fogyasztói árindexszel 2,9%-kal emelkednek jövőre a díjtételek. Én ezt reálisnak és megalapozottnak tartom, úgyhogy ha nincs más vélemény vagy javaslat, akkor javaslom a képviselőtestületnek a rendelettervezet elfogadását. Ki az, aki ezzel egyetért? Ellene tartózkodás, megállapítom, hogy 11 ilyen szavazattal elfogadásra került. Hetes napi rendi pontunk, előterjesztés Tiszavasály Városi Önkormányzat a képviselőtestületi szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2019 önkormányzati rendelet módosításáról. Témafelelősnek nincs kiegészítése, tárgyalta a pénzügyi és ügyrendi bizottság. A pénzügyi és ügyrendi bizottság 5 egyhangú igen szavazattal javasolja a képviselőtestületnek a rendelettervezet elfogadását. Köszönöm. Szociális és Humán Bizottság véleményét szeretném kérdezni. Szociális és Humán Bizottság 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a képviselőtestületnek a rendelettervezet elfogadását. Köszönöm szépen. Kérdezem a képviselőket, van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban? Vélemény, más javaslat? Ha nincs, akkor javaslom a rendelettervezet elfogadását. Ki az, aki ezzel egyetért? Ellene tartózkodás, megállapítom, hogy 11 egyhangú igen szavazattal a rendelettervezet elfogadásra került. 8-as napi rendi pontunk, előterjesztés az önkormányzati nem lakáscélú helyiségek és bérbeadott egyéb ingatlanok bérleti díjának felülvizsgálatáról. Nincs kiegészítés az előterjesztéshez, tárgyalta és véleményezte a pénzügyi és ügyrendi bizottság. A pénzügyi és ügyrendi bizottság 5 egyhangú igen szavazattal javasolja a képviselőtestületnek a határozat tervezet elfogadása. Köszönöm szépen. Képviselők részéről a kérdés. Tessék. Köszönöm. A pénzügyi bizottság ülésen tárgyaltuk ezt a napi pontot, és világossá vált, hogy ezek a felsorolt bérleti szerződések, vagy ezek a bérleti díjak egyedileg lettek megállapítva, tehát egyedi szerződések vannak. Én a magam részéről a Hajdú kerületi és a Bihari vízi közműszolgáltató ZRT számára biztosított majdnem 80 négyzetméteres irodát, ami három iroda és egy tárgyalót tartalmaz, havonta 26.890 forint plusz áfa költségen, én ezt nagyon kevésnek tartom. Tehát még helyi viszonylatban is borzasztóan alacsony. Én azt szeretném kérni, hogy ezt sürgősen vizsgáljuk felül, és valamilyen módon ezt igen igazítsuk ahhoz, hogy attól függetlenül, hogy közszolgáltatás lát el, nyilván én ezt értem, de mondjuk azért a lakosság az biztos tudja azt, hogy a HVVS ZRT-nek a tevékenysége sem mindig a lakosság pártja, a lakosság párti. Tehát én azt gondolom, hogy ez méltatlan alacsony. Tehát ezt emelni kell. És más esetleg a tábla
9-es napi rendi pontunk, előterjesztés a Tiva Szolg Nonprofit Kft. Beoldással kapcsolatos működési támogatás felhasználásáról készült beszámolóról. Témafelelősnek van a kiegészítése, 9-eshez Kft. Nincs. Pénzügyi és ügyrendi bizottság tárgyalta, bizottság véleményét szeretném. A pénzügyi és ügyrendi bizottság 5 egyhangú igen szavazattal javasolja a képviselőtestületnek a határozott tervezet elfogadását. Köszönöm. Képviselők részéről a kérdés, vélemény. Más javaslat, ha nincs, akkor javaslom a beszámoló elfogadását, javaslom a határozott tervezet elfogadását. Ki az, aki ezzel egyetért? 11 igen, egyhangú szavazattal határozott tervezet elfogadásra került. 10-es napi rendi pontunk, előterjesztés a Tiva Szolg Kft. Tartós gépjármű bérleti konstrukcióra vonatkozó kérelméről. Témafelelős gazdagné dr. Tóth Marianna, nincs kiegészítés. Pénzügyi és ügyrendi bizottság véleményét szeretném. A pénzügyi és ügyrendi bizottság 3 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással javasolja a képviselőtestületnek a határozat tervezet elfogadását. Köszönöm szépen. Képviselőtestület részéről kérdés. Igen. Tehát ahogy a pénzügyi bizottsági döntés sokszínűségéből is látszik, azért ez elég komoly vitát, mert kérdéseket vetett fel ez a napi rendi pont. Tehát itt tulajdonképpen arról lenne szó, hogy az önkormányzat által fenntartott cég beszerez 4 új autót, ugye 3 személygépjárművet és egy, mondhatjuk ki, ilyen egy puttonyos munkás célra használható autót. De azzal indokolják, hogy a gépjármű park elavult, és emiatt szükséges az, hogy az önkormányzat belemenjen egy közel 20 millió forintos kiadásba 4 év alatt, és nyilván ezzel kapcsolatban merülnek fel kérdések. Tehát jó, hogy úgy vezető azt, hogy mit van, mert akkor lehet, hogy tud majd válaszolni. Tehát, hogy akkor ez a... Ugye az első kérdés az volt, ami felvetődött, hogy ki állította össze azt, hogy milyen típusú gépjárműveket vegyen a Kft. Ugye ez az első kérdés. Úgy tudom, hogy ügyvezető asszony volt. Milyen szempontok vezérelték, amikor azt mondta, hogy egy Skoda Octavia felső középkategóriás presztízs autót kell beszereznie az önkormányzatnak ahhoz, hogy működni tudjon. Tehát ugye ez egy elég érdekes kérdéseket vett fel. Ki fogja ezeket használni, ezeket az autókat? Ugye elhangzott, hogy 2 az önkormányzat, 2 a Kft. Érdekes dolog, akkor miért, ha az önkormányzat használja, miért nem ő vásárolja meg ezeket a gépjárműveket? Illetve ugye mit fog ebben kiváltani? Tehát a többi autó az akkor tulajdonképpen eladásra kerül, vagy azokat is használják, tehát itt egy csomó olyan kérdés felmerül, amit nem tudunk. Tehát én a magam részéről nem tudok támogatni egy olyan előterjesztést, ami semmi mást, mint presztízs beruházást szolgál. Az, hogy most kinek kell egy Skoda Octavia típusú személygépjármű, nem tudom, meg kellene vizsgálni azt első körben, semmilyen hatástanulmányt nem láttunk, hogy általában kik mire használják, milyen hosszúságú távon használják, ha csak a városba kell, akkor nem lenne érdemesebb mondjuk arra alkalmasabb, kisebb kategóriájú gépjárműveket vásárolni, fogyasztás, stb. Szempontjából. Tehát sok kérdés felmerül, várom ezekre a választ. Köszönöm. Köszönöm szépen. Más kérdés van-e? Nem tudom, hogy vezető asszony, hogy van. Én jogomban kaptam arra a felkérést a testületről egy korábbi döntés kapcsán, hogy ugye nézzük meg, hogy milyen konstrukcióval tudunk gépjárműveket beszerezni a Tiva Szolg Nonprofit Kft. Részére. Ennek kapcsán fölkerestem egy ezzel foglalkozó céget, és a gépjármű flottából azt szerint került kiválasztásra járvő, tehát ezek a járművek, hogy ezek egy alsó középkategóriás járművek, jelzem a Skoda Octavia is többek között, amelyek a legbiztonságosabb működést mutatják a piacon, és ennek megfelelően kerültek kiválasztásra. Hogy ki fogja őket használni, ez mindenképpen önkormányzati feladat ellátás célját használó gépjármű,
és a képjelet használati szabályzat szerint az ügyvezető által vezetési jogosultságot kapó személyek azoknak a tudósítottan azt ajánlani, hogy vezetni, hogy minden szint feladat ellátásra. A többi autó sorsa azt szerintem szintén képviselő testületi hatáskör, hogy eldöntésre kerüljön, hogy mi legyen a sorsa. Nagyon hosszú műszaki állapotban lévő autókról beszélünk, több százezer kilométert futott, több éves járművekről beszélünk, és azt tudom elmondani még ezzel kapcsolatban, hogy talán többek előtt ismert az is, hogy több tízmillió forintos javítási szervizköltségek kerültek a KFT részéről a kifizetve a járművek javítására. És pontosan ennek kapcsán tettük azt a javaslatot, hogy célszerű lenne tartós mérnök konstrukcióban járműveket működtetni, hiszen ebben esetben semmiféle javítási költség nem terheli a járművet. És a bérleti díj magában foglalja a gépjárműadó, a biztosítás, kaszkó biztosítás és egyéb költségeket, és ugye a céges használattal összefüggésben felmerül díjak után az ÁFA visszaigényelhető. Köszönöm szépen! Akkor én is reagálnék. De tehát a felső-közép kategória az hát egy férfi embernek alap, hogyha az autókkal foglalkozik, akkor mondjuk megnézi, hogyha autókról beszél. Ez egy alsó-közép kategóriás autó az Octavia felszereltségét tekintve. Csak szeretném helyesbíteni képviselő úrnak a torzítását a hozzászólásban. Legyen szíves, nézzen utána. Ez egy megjegyzés. Igazság szerint csak az Octaviára látom kihegyezve a ön hozzászólását. Az egy olyan kategóriai autó, ami valami miatt önnek nem szimpatikus. De lépjünk túl rajta, ne az Octaviára hegyezzük ki, hanem nézzük meg, hogy miért született ez a döntés. Az autóink, például ha az önkormányzati autóról beszélünk, a polgármesterek vagy az önkormányzat által használt Passatról 17 éves, 410 ezer kilométerrel, folyamatos javítás és szervizelés alatt van. A Skoda, amely Dolcsák Imre önkormányzati munkatársunk használ, 630 ezer kilométert futott, folyamatos szervizelés és felújítás alatt van, több milliós számlák terhelik az önkormányzatot, vagy az önkormányzat cégét, mert ugye itt a Tigaszol Kft-ről is beszélünk. Az a konstrukció, ami a testület előtt van, mint ahogy az anyagban is kiküldésre került, a lehető legkedvezőbb pénzügyi feltételeket tartalmazza. Tehát nem is kerülhetett volna be a képviselő testülethez egy olyan előterjesztés, ami hátrányt, pénzügyi hátrányt okoz az önkormányzatnak vagy a Kft-nek. A ügyvezető asszony felhatalmazást kapott a képviselő testület által még az idei évben, hogy ezeket a konstrukciókat vizsgálja meg, készítsen előterjesztést és hozza a testület elé. Ez megtörtént. Én azt gondolom, hogy a lehető legkedvezőbb feltételekkel látunk új gépjárművekre lehetőséget, és arról nem ejtettünk szót, pedig ez is köztudott, hogy a hivatal munkatársai folyamatosan több alkalommal saját gépjárműveiket használják a munkájuk végzéséhez. A közterületfelügyelőnk gépjárműve, vagy azoké az ügyintézőké, akik környezettanulmányra mennek, hát abszolút nem a biztonságos kategóriát testesítik már meg. Az újonnan beszerzett járművek, azok a szolgálatba állnak, akkor egy üzembiztos, minden környezetvédelmi előírásnak megfelelő gépjárművek lennének. Ezt csak azért hangsúlyozom ki, mert itt a klímavészhelyzetre nagyon sokan hivatkoznak, hát én azt gondolom, hogy ha tudjuk azzal segíteni a klímaváltozást, hogy modernebb és korszerűbb gépjárműveket szerzünk be, és az önkormányzat kasszát is kíméljük, akkor már tettünk valamit a környezetünkért, meg az önkormányzat vagyonáért. Azon kívül a munkatársainknak a biztonsága sem mellékes. Dolcsák Imre, ugye nevén neveztem sofőrünket, volt, hogy az idei évben önkormányzati érdekből kétszer járt a Budapestet. Nem egy biztonságosnak nevezhető gépjárművel. Egy nap,
azért, hogy az ügyeink haladjanak. Az önkormányzatnál olyan változások mentek végbe, hogy az elkövetkezendő egy esztendő, de bízom benne, hogy az utánunk, tehát az előttünk álló esztendők is, arról fognak szólni, hogy hatékonyan, gyorsan és biztonságosan kell végezni a munkákat. Ezek a gépjárművek ezt is fogják szolgálni. Azon kívül nem mellékes, hogy Tiszavasvári város önkormányzata hogyan jelenik meg, akár egy megyei rendezvényen, egy országos rendezvényen, egy mások által, úgy mondom, tehát teljesen átlagos kategóriának minősített Skoda Octaviával jelenik meg, hogy egy 17 éves körbetört és minőségét meg állagát tekintve hát szemnek sem szép gépjárművel. Azt gondolom, hogy egy önkormányzatot az is jellemez, minősít, hogy hogyan jelenik meg bizonyos helyeken és körülmények között. Ezek apró szempontok. Én azt gondolom, hogy nem felelőtlen döntés előtt áll a képviselőtestület, hanem egy alaposan körbejárt és megfontolt döntést tud hozni. Az előterjesztés az elég terjedelmes volt, minden tekintetben, pénzügyi vonatkozásában is a részletekben menőkig tájékoztatta a képviselőtestületet. Én azt gondolom, hogy aki akar, az tud felelős döntést hozni, és ezt meg is fogja most tenni. Az autóinkról, amik most jelenleg forgalomban vannak, majd későbbiekben dönt a testület, ezt akár meg is lehet tartani, ezt lehet értékesíteni, erről majd a képviselőtestület meghozza a döntést akkor, amikor az szükséges. Én röviden ennyivel szerettem volna kiegészíteni, de ha van még kérdés esetleg, vagy más vélemény, akkor nagyon szívesen hozzászólok. Igen? Azt, hogy mondjuk most mi illik egy férfitől, meg mi nem, hát ez nyilván mindenkinek a maga véleménye, de én nekem is van erről más véleményem. Ez nem egy alsó középkategóriás autó egyébként, tehát ezt tisztázzuk már le jó, ez első körben. Kettő, én értem, hogy ütőt kapott az a bizonyos Volkswagen Passat, de hát akkor már rá is tértünk. Nyilván ez nem tántorítja a polgármester urat, hogy azzal menjen sportrendezvényre a gyerekekkel, stb. Tehát nyilván magáncélra. Arra biztos, hogy megfelelő, tehát ez biztos. Azt mondta az ügyvezető asszony, hogy a Tivaszolg Kft. Részére akarnak vásárolni, de arról nem ettett szót, hogy akkor, mert ugye a pénzügyén elhangzott, hogy kettőt az önkormányzat, kettőt meg a Tivaszolg, akkor ezt most hogyan össze majd át fogják adni, vagy nem, vagy nem tudom ezt, hogy működik náluk. Tehát még egyszer mondom, az, hogy kellenek autók, az lehetséges nyilván azoknak, akik minden nap használják, ugye a munkájukból kifolyólag, kimennek területre, stb. Lehetne sokkal értelmesebben is pénzt elkölteni, mondjuk ha vennénk mondjuk, mit tudom én, egy, ha mondjuk olyan van, akkor mondjuk egy Lada Nivát, stb. Én azért, hogy most lecseréljük a Volkswagen Passatot egy Skoda Octaviára egy újra, azért, hogy a polgármester úr szeretne magának egy ilyen autót, és hogy azzal járjon, én ezt nem tartom elfogadhatónak, különösen azért nem, mert ugye az anyagi fedezet is kétséges erre. Ugyanis miről szól a történet? Ugye az előterjesztés valóban részletes volt, vannak benne különféle ajánlatok. Tehát ugye itt azt kell tudni, hogy három konstrukciót vizsgált meg az ügyvezető asszony, vagy két ajánlatot a gépjármű finanszírozásával kapcsolatban. Ugye volt egy zárt végű pénzügyi leasingnek nevezett konstrukció, ahol ugye befizetünk egy kezdődíjat, és akkor azt követően havi leasingdíjakkal fizeti az önkormányzat ezeknek a díját, majd a futamidő végén tulajdonba kerül. Ez az egyik. A másik a nyílt végű pénzügyi leasing, ez egy kicsit kedvezőbb, ott a végén eldöntheti, hogy megvásárolja az autót maradványértéken vagy nem. Ott is van egy kezdő leasing díj. Viszont a tartós béletnél, amit ugye most azt mondják, hogy milyen kedvező, ott ugye azt mondják, hogy egyébként nagyon jó, mert tartalmaz mindent, csak azt felejtik el, hogy a 48. hónap végén kifizettünk 17-18 millió forintot, és a végén nem a milyen az autó. Tehát itt ugye ez a gond ezzel, lehet, hogy meg lehet vásárolni, de ha most nem tudunk befizetni egy kezdő leasing díjat, akkor most 4 év múlva lesz arra pénzünk, hogy akkor most még meg is vásároljuk maradvány értéken. Tehát nem igazán értem, hogy ezt jobban meg kellene vizsgálni ezt az ügyet. Tehát felmérni azt, hogy pontosan mire van szükség, az, hogy legbiztonságosabb, én nem gondolom azt, hogy mondjuk éppen egy Skoda Octavia, vagy egy Skoda Scala, az a típusú autó, ami a Skoda Rapidnak felel meg egyébként, az lenne a legbiztonságosabb. Tehát én ezzel nem értek egyet.
mondom, tehát semmilyen hatástanulmányi kimutatás, hogy milyen szempontok játszottak, és most az, hogy biztonságos, nem tudom, tehát a törésteszteket akkor legalább oda lehetett volna rakni, hogy ezért választottuk, de hát nem, nyilván az ott nem volt, úgyhogy én ezt nem tartom kielégítő válasznak, mondom, tehát ez egy erőltetett dolog. Egyébként meg ugye ennek még a legitimitása is szerintem hiányzik, mert arról nem esett szó még a kampányban sem, hogy itt új autókat fognak vásárolni. Na jó, akkor és most álljunk a képviselő, mert 2 percet túléptük. Jó. Akkor szeretnék válaszolni. Tehát az, hogy 17 és 18 millió forintot kifizetünk akár tartósban, akár leasingben, ha leasingben hozzuk el ezeket az autókat, akkor is kifizetjük a 17 és 18 millió forintot, plusz a fenntartási költségeket az önkormányzat állja. A tartós bérlet, segítek tiszta képet látni, a tartós bérlet esetén azok a fizetendő költségek tartalmaznák a fenntartási költségeket, legyen az egy gumicsere, legyen az egy szervizdíj, legyen az a kaszkó, kötelező biztosítás is hagyna soroljon. Tehát az önkormányzat gyakorlatilag azért a díjért, amit befizet, megkap mindent. Míg ha leasingbe kihozzuk, fizetjük a leasingdíjat, fizetjük a fenntartási költségeket. Senki nem beszél a tulajdonszerzésről, és nem is a tulajdonszerzés a cél. Az a cél, hogy az önkormányzatnak, és nem a Skoda Octaviáról beszélünk, mert én szeretném ettől elvonatkoztatni, mert látom, hogy nagyon bántja ez a történet. Tehát ha most nem létezne benne a Skoda Octavia, akkor a többi autóról is ez lenne a véleménye, vagy csak a Skoda Octavia szúrja a szemét? Aha. Nem, hát én a Skoda Scalát meg az Octaviával nem teljesen értek egyet. Most az, hogy a Fabiát jó hatatva lehet így rongálni a városba, bár annál is lehet szerintem kedvezőbbet. Nyilván a Dokker az meg egy puttonyos autó, tehát azt lehet, azt el tudom képzelni, hogy azt lehet, de mondjuk azt, hogy mondjuk Skoda Octaviával menjenek ki a széles utcára felmérni, hogy éppen a szociális segély szempontjából megfelelő az ügyfélnek a lakhatási körülménye, szerintem az nyilván én ezt nem. Senki nem mondta, nem tudom, tehát jó, ezek a víziók honnan jönnek. Persze, de a Passattal is jártunk ki, tehát nem ördögtől való kimenni egyébként a területre, lehet, hogy jönnek az, nem tudom, járt-e arra, vagy csak a kampányban tett lépéseket, de mi kiszoktunk járni a Passattal is terepre, le tudjuk mosni, meg tudjuk tisztogatni, úgyhogy ez nem akadálya annak, hogy akár Octavia, akár Passat arra a területre kimenjen. Na most vonatkoztassunk illetően. A pénzügyi kérdés szerintem egyértelmű. Tehát nem a tulajdonszerzés a cél, amit kifizetünk, azért pedig minden költséget a szerződő partner, vagy mindent a szerződő partner áll. Az, hogy 4 év múlva ezt a gépjárművet abban az ajánlatban az önkormányzat, a képviselőtestület elfogadja és meg akarja vásárolni, az majd a jövő zenéje. De hogyha azt mondja a testület, hogy visszaadja, akkor bennünket semmi nem terhel, köthet egy újabb tartós bérletet, és újabb konstrukcióban megbízható, korszerű, a klímaváltozás érdekeit is meg mindent figyelembe véve modern járművekkel végezheti a munkáját. Én azt gondolom, hogy az előterjesztés mindent tartalmaz, tehát ezen most kár sokat lovagolni és sokat beszélni, a pénzügyileg megfelelő módon alá van támasztva és ki van mutatva. Sok mindent el nem lehet hozzáfűzni, azt gondolom. Akkor nagyon tényleg röviden, tehát igazából a probléma az, hogy nincs kidolgozva az előterjesztés, nincs semmilyen hatása, hogy miért ezek az autók, mire fogják használni, kik fogják, semmi nincs. Ki van írva, készszények elé vagyunk állítva, van 4 típus, eszik vagy nem eszik, ez van. Nyilván ki van dolgozva a pénzügyileg, persze. Tehát én ezzel nem lennék, nem értek. Köszönjük szépen, ez is egy vélemény. Én azt gondolom, hogy az előterjesztés pedig maximálisan ki van dolgozva, a pénzügyi bizottságon is rendben van, vannak eltérő vélemények, de született egy javaslat, született egy döntés. Szociális és Humán Bizottság is, nem, bocsánat, ők nem tárgyalták, de a pénzügyi bizottságot egyértelműen állást foglalt, meg kérdezem a képviselőtestet, hogy van-e más vélemény vagy hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban. Igen? Csak annyit szeretnék elmondani, hogy most erről a vitáról nekem mindig a családi kocsi vásárlás jut eszembe, hogy megy mindig a vita, hogy most onnan kezdjük, hogy gázolajos legyen, vagy benzines, vagy tudom, hogy egy borzasztó nehéz dolog, és amikor a pénzügyi bizottsági ülés utáni hazamentem, és
a férfi tagoknak elmeséltem, hogy ez volt a fő kulcskérdés, és hogy a képviselőtársunk Suzukit javasolt, hogy azt kell nevenni, és az én 25 éves fiam megszólalt, hogy anya, hát egy jó minőség is 5 millió forintnál kezdődik, és akkor én úgyis biztos, én mint nő, rögtön nem a Suzukira mondtam volna az igen, hanem már egy Skoda Octavia, vagy bármire. Tehát azért mondom, hogy ezek nagyon érdekes dolgok, hogy mindenkinek van egy márka hűsége, van egy márka, elfog, ezt szeretem, azt szeretem, tehát ez egy nagyon-nagyon kényes téma. Én azt gondolom, hogy én mint pénzügyi szakember, mert ugye mindenki ugye az én véleményem, nem biztos, hogy én operatív leasing párti vagyok, de nekem ebben a döntésben, amit fogunk hozni, és a pénzügyi bizottságon is elmondtam, nekünk azt kell mérlegelni, hogy adott helyzetben az önkormányzat, illetve a KFT mit tud teljesíteni pénzügyileg, és mire vannak képességei. Annyit tudunk, hogy több millió forint javítási költséget fizet egy évben azokra a gépkocsikra, amit szeretnénk pótolni. Ha én most azt átfordítom, hogy ezt a költséget meg fogjuk takarítani ezáltal, hogy új járműveink vannak, és egy üzembiztos és jó minőségű és hatékonyan működő gépjármű parkkal fogunk rendelkezni, és tényleg majd 4 év múlva eldöntjük, hogy mi lesz ezeknek a sorsa, akkor én azt gondolom, hogy közgazdaságilag jó döntést hoztunk. Azzal, hogy a két önkormányzati gépkocsi, és ez egy, én azt mondom, hogy adóügyileg egy jó húzás, hogy nem az önkormányzat veszi meg, rögtön tudunk nyerni avval, hogy az operatív leasingnek az áfájával egy kicsit jobban lehet takarékoskodni. Ez lehet, hogy nem szabad így elmondanom, mert már rögtön esetleg gyanúvá kellik, hogy valami történik. De ha most belegondolunk, akkor ha önkormányzati vásárlás lenne, eszünkbe se jutna például ennek az áfának a lehetőségével. Itt rögtön két járműnek az áfa már 50%-ban minimum, a törvény engedi, hogy ezt megtegyük. Már akkor azt meg tudtuk spórolni. A többi esetben ez nem állna föl. Ezeket, ha összerakva, billent az én oldalamra, hogy melyik konstrukciót fogom választani, mert hogy adott helyzetben ezeket tudjuk most teljesíteni, illetve azt, hogy tudom, hogy milyen költségek fognak megtakarításra kerülni, mert már egy éve azért itt beszélgetünk ezekről a jelentős gépjármű javítás és alkatrész költségekről, ami több millió forint. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm. Más véleményjavaslat? Ha nincs, akkor javaslom a képviselőtestületnek a határozat tervezet változatlan formában történő elfogadását. Ki az, aki ezzel egyetért? Ellene tartózkodás, 10 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében a képviselőtestület a határozat tervezetet elfogadta. 11-es napi rendi pontunk, előterjesztés Tiszavasai Város Önkormányzata részére likviditási hitelkeret biztosításáról. Témafelelős részéről van-e kiegészítés? Nincs. Pénzügyi és ügyrendi bizottság véleményét szeretnénk kérdezni. A pénzügyi és ügyrendi bizottság 5 igen szavazattal javasolja a képviselőtestületnek a határozat tervezet elfogadását. Köszönöm. Képviselők részéről van a kérdés, vélemény, más javaslat. Ha nincs, javaslom a határozat tervezet elfogadását. Ki az, aki ezzel egyetért? 11 igen egyhangú szavazattal elfogadásra került. 12-es napirendi pont, előterjesztés, kölcsönszerződés alapján biztosított hitelkeret rendelkezése tartási idejének meghosszabbításáról, Berbécsi vagyok köztük nincs. Pénzügyi és ügyrendi bizottság véleményét szeretnénk kérdezni. A pénzügyi kérdezni. És ügyrendi bizottság 5 egyhangú igen szavazattal javasolja a képviselőtestületnek a határozott tervezet elfogadását. Köszönöm. Kérdés, vélemény, más javaslat? Ha nincs, akkor javaslom a képviselőtestületnek a határozott tervezet elfogadását. Ki az, aki ezzel egyetért? Ellene tartózkodás, megállapítom, hogy 11 egyhangú szavazattal elfogadásra került. 13-as napirendi pontunk, előterjesztés az esély és otthon mindkettő lehetséges című EFOP pályázatból nyújtható lakhatási támogatások igénylésének pályázati felhívásáról. Témafelelős péntek Renáta, nincs kiegészítés hozzá. Pénzügyi és ügyrendi bizottság véleményét szeretnénk kérdezni. A pénzügyi és ügyrendi bizottság 5 egyhangú igen szavazattal javasolja a képviselőtestületnek a határozat tervezet elfogadását. Köszönöm szépen. Kérdés, képviselők részéről vélemény, más javaslat? Ha nincs, akkor javaslom a határozat tervezet elfogadását. Ki az, aki ezzel egyetért? Ellene, bocsánat. 11 igen egyhangú szavazattal elfogadásra került.
14-es napirend előterjesztés a terület és településfejlesztési operatív programra benyújtott nyertes pályázat támogatói szerződési jóváhagyásáról és marketing kommunikációs feladatok ellátására a vállalkozói szerződés megkötéséről kettő határozott tervezetről fogunk dönteni. Témafelelős Horváth Tíme, nincs kiegészítés, pénzügyi és ügyrendi bizottság véleményezte. A pénzügyi és ügyrendi bizottság 5-1 hangú igen szavazattal javasolja a támogatási szerződés utólagos elfogadásáról szóló határozat elfogadását, és 4 igen szavazattal 1 tartózkodás ellenében javasolja a marketing és kommunikációs feladatok ellátására vonatkozó vállalkozói szerződés megkötéséről szóló határozat tervezet elfogadását. Köszönöm szépen. Képviselők részéről kérdés van-e? Igen. A pénzügyi bizottsági ülésen is felvetődött kérdésként az, hogy hogyan történik meg ezeknek a cégeknek a kiválasztása, amelyet ugye megkeres az önkormányzat azzal, hogy tegyenek ajánlatot bármilyen pályázatos ügyben. Azt a tájékoztatást kaptam, hogy polgármester úr egy személyben dönti el azt, hogy kit hívnak meg erre a pályázatra. Én nekem csak az a kérdésem, hogy ez a két pályázat, vagy bocsánat, ez a két cég, ugye a nyertesen kívül az, honnan került elő az egyik, egy budapesti, egy furcsa nevű, mind a kettő furcsa nevű, de az egyik az nyíregyházi. A másik kérdésem az, hogy önöknek megvan-e a vállalkozási szerződésnek a mintája. Én kaptam egy vállalkozási szerződés mintát, és ott van egy kapcsolattartó e-mail cím, meg egy telefonszám. Csak hogy egyezik az, ami nekünk van. Az is érdekes kérdés, mert fel csak azért kérdezem, hogy ön előtt ott van-e a papíron. Kérdés első részére válaszolni. Saját döntés alapján történik, az SMS lehetőséget ad rá. És ennyi. Ha más lenne a polgármester, akkor a más is a saját döntés alapján és az SMS szerinti felhatalmazás alapján tenné ezt meg. A lehetőséget a tiszavasrai polgárok az én kezembe adták, ezért én vagyok, aki dönt ebben a kérdésben és javaslatot tesz. Köszönöm szépen. A szerződés megvan? Nincs a szerződés, nem. Nincs egy kinyújtatott takarékossági szempontból, tehát jó. Mert nekem ki van nyújtott egy vállalkozási szerződés, csak az az érdekes, hogy itt van az önkormányzat, mint megrendelő. Bár nincs úgy megrendelő, mindegy. De itt a megrendelő, és itt van az, hogy Tasi Trend Kereskedelmi Kft. És bár ez elírás a kapcsolattartó telefonszámához van írva, az e-mail cím drsarkadi.tibor@drsarkadiiroda.com. Az mit jelent? Hát az azt jelenti, hogy az egy e-mail cím. És hát az nem tudom, mert a Sarkadi Tibor az a, mondhatjuk úgy, hogy a Fidesznek bedolgozó ügyvédiroda, ezért nekem ilyen áthallásos ez a dolog, hogy lehet, hogy véletlenül benne hagyták, nem kellett volna. De nálam itt van. Itt van, meg nem én írtam bele, nem tudom bele. Ezt így kaptam kolléganőtől, lehet, hogy akkor egy olyan munkapéldán kaptam, amit nem kellett volna, hogy megkapjak, de hát megkaptam is a Sarkadit. Mondom, ez csak mindenkinek a... Nem tudjuk, ez furcsa, hogy csak képviselő úrnál van ilyen. Én azt gondolom, egyébként ennek jelentősége ebből a szempontból nincs. Úgyhogy én azt gondolom, a személyeskedés meg a politikai indítatás, ezt tegyük félre. De nincs érdekesség, ez személyeskedés és politikai indítatás, úgyhogy én arra kérem képviselőt, hogy maradjon a témánál, és a témáról értekezzünk. Ha egyébként meg más gondja és problémája van, vagy sejtetni szeretne valamit, azt tegye meg máshol. Köszönöm szépen. Ennyi. A témához kapcsolódóan van. A témához kapcsolódóan most, tehát ugye mivel e-mail cím is, meg telefonszám fel van cserélve, nekem gyanús az, hogy én is sok ilyet csinálok az iskolában, hogy van egy számítógép, mely példány, és a régi szerződést írok át, és lehet, hogy a hölgyek is így jártak, és azért van benne ez az e-mail cím. Tehát most ez előfordulhat. Ja, azért mondjuk, de ami e-mailen kijött, az valóban ott van benne. Tehát ott van, ami nekünk kijött e-mailen, az valóban benne van, de nekem gyanús, hogy ez ilyesmi történet lehet, mert azért itt azért elég sok mindenre kell figyelni, és egy ilyesmi belefér a pakliba szerintem. Bár képviselő úr ezt már mindjárt túltolta egy kicsit, és mindjárt itt a összeesküvés elméletet elmondta.
Hát én sajnálom. De egyébként szakmai szempontból gondolom nincs probléma. Tehát szakmai szempontból megfelel. Voltak kérdéseim a vállalkozási szerződéssel kapcsolatban, ugye, amit néztem, hát most a cég, megnéztem a céget, egy működő, többet nem tudok. És tudja is a feladatot, igaz? Mert én hát én azt nem tudom, hogy tudja, az majd ki fog derülni. Köszönöm. Bár egyébként a szerződéssel annyi gondom van amúgy, hogy benne van egy határidő, hogy március 31. Mi van akkor, ha nem csinálja meg a feladatot március 31-ig? Mert ma is volt olyan több közbeszerzés kapcsán, hogy én nem tudom egyébként miért nem csinálná meg a feladatát határidőre, de hogyha előfordul, akkor ma is hozunk több olyan szerződés, amikor akadályközlés van, és hogyha azt a jogszabályi lehetőségek engedik és a testületünkön, akkor módosításra is szokott kerülni adott esetben az a határidő. Tehát nyilván ez testületünkös kérdés, én nem tudok feltételezni jövőbeni kérdéseket. Csak azért kérdem, mert szokták kikötni a gödöbért, tehát hogyha nem teljesít, akkor nyilván annak valamilyen következménye van. Mondom ezt a sarkat is, mert csak azért osztam fel, mert nyilván ezt én, tehát én kaptam ezt az anyagot, ugye kértem a testületi anyagot mutatva, és én ezt megkaptam, tehát nem én írtam oda. Csak egy áthallásos dolog, hogy a önkormányzaton dolgozó ügyvédi iroda címe van megjelölve, hogy miért, azt nem tudom, mindenkinek a fantáziájára bízom, nem hiszem, hogy ez elcserélésem. Köszönöm csak ennyit. Köszönjük szépen. Más hozzászólás, vélemény, javaslat. Ha nincs, akkor az első határozat tervezetet tenném fel szavazásra. Ki az, aki azzal egyetért? Ellene tartózkodás, meg első határozat tervezet. Tartózkodás? Igen. 10 igen szavazat és egy tartózkodás ellenében a képviselőtestület elfogadta. Második határozat tervezetet teszem fel szavazásra. Ki az, aki azzal egyetért? Ellene tartózkodás, 10 igen szavazat és egy tartózkodás mellett a képviselőtestület a második határozott tervezetet is elfogadta. 15-ös napirendi pontunk, előterjesztés, a találkozások, terek kialakítása, tárgyú pályázat, mobil színpad beszerzés, fény és hangtechnikával, közbeszerzési eljárásának eredményéről és új eljárás lefolytatásával. Itt két határozott tervezetről fogunk dönteni. Az első határozott tervezet név szerinti szavazás szükséges, második határozat tervező egyszerű többséget igényel. Témafelelős Péntek Renáta, nincs kiegészítés. Pénzügyi és ügyrendi bizottság véleményezte. A pénzügyi és ügyrendi bizottság 5 igen szavazattal javasolja a képviselőtestületnek a mobil színpad beszerzés fény és hangtechnikával közbeszerzési eljárás az eredményéről szóló határozat elfogadását. A második határozat tervezetet pedig 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással javasolja elfogadásra. Köszönöm szépen. Kérdés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban? Vélemény, más javaslat? Nincs. Hát akkor az első határozat tervezetet felteszem szavazásra. Név szerinti szavazás lesz, és akkor olvasom neveket. Vagner Épási Ágnes. Igen. Balázsi Csilla. Igen. Császár József. Igen. Dr. Kis Krisztián. Rádúj Zsolt. Igen. Szabó Zoltán. Igen. Szabó Zsolt. Igen. Szőke Zoltán. Igen. Szurkos Szilvia. Igen. Tamás Viktor. Igen. Holosi Nocki Béla. Igen. Köszönöm. Köszönöm szépen. 10 igen és 1 tartózkodás ellenében elfogadásra került. Második határozat tervezetet tennénk fel szavazásra. Ki az, aki azt támogatja? Ellene tartózkodás, 10 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett a második határozat tervezetet is elfogadta és támogatta a képviselőtestület. 16-os napirendi pontunk, előterjesztés a járóbeteg szakellátás szakorvosi és nem szakorvosi óraszámainak kapacitás átcsoportosítás kezdeményezéséről szóló 179/2019 KT számú határozat ismételt módosításáról. Témafelelős Petruskánéleg ez a téma, nincs kiegészítés, pénzügyi és ügyrendi bizottság véleményezte. A pénzügyi és ügyrendi bizottság 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal tartózkodás nélkül javasolja a képviselőtestületnek a határozat tervezet elfogadását. Köszönöm. Szociális és Humán Bizottság véleményét szeretném kérdezni. Szociális és Humán Bizottság 4 igen szavazattal javasolja a képviselőtestületnek a határozat tervezet elfogadását. Köszönöm szépen. Képviselőtestület részéről kérdés van-e? Vélemény.
más javaslat, ha nem, akkor javaslom a határozattervezet elfogadását, a határidő 2020. január 15. napjáig való módosítását. Aki ezzel egyetért, készfelemeléssel jelezze. Ellene tartózkodás 10 igen és 1 nem szavazat ellenében a határozattervezet elfogadásra került. 17-es napirendi pontunk, előterjesztés Tisztavasvári Központi Házi Orvosi Ügyeleti Ellátás érdekében kötött feladatellátási szerződés megkötéséről. Témafelelős gazdagné dr. Tóth Marian nincs, kiegészítés, pénzügyi és ügyrendi bizottság véleményét szeretném kérdezni. A pénzügyi és ügyrendi bizottság 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal tartózkodás nélkül javasolja a képviselőtestületnek a határozattervezet elfogadását. Köszönöm. Szociális és Humán Bizottság véleményét szeretném kérdezni. Szociális és Humán Bizottság 4 igen szavazattal javasolja a képviselőtestületnek a határozattervezet elfogadását. Köszönöm szépen. Képviselők részéről kérdés, vélemény, más javaslat van-e? Ugye az előterjesztés arról szól, hogy 2020. január 1. napjától 2020. június 30. napjáig az orvosi ügyeleti ellátásunkat fogja végezni. Ennek tekintetében árajánlatok kerültek bekérésre, és a legkedvezőbb árajánlatot a Rojkomed Kft. Nyújtotta be. Hát a jövőre nézve nem tudjuk, hogy a kormányzatnak még mi a szándéka az ügyeleti ellátással, akár a járóbeteg szakellátással, ez képlékeny. Minden esetre az orvosi ügyeleti ellátás tekintetében majd a képviselőtestületnek, az önkormányzatnak gondolkodni kell mindenféleképpen, mert hát doktor úr jelzése alapján nem biztos, hogy ezt hosszú távon ő el tudja látni ilyen kondíciókkal, ilyen pénzügyi feltételekkel. Most minden esetre egy fél évig ez a ügyeleti ellátás ebben a formában biztosításra kerülhet, úgyhogy én javaslom a képviselőtestületnek, hogyha nincs más vélemény, hozzászólás vagy javaslat, hogy a határozattervezetet fogadja el és támogassa. A jövőbeni lehetséges változatokról vagy változásokról pedig megpróbálunk időben információhoz jutni és felkészülni rá. Köszönöm szépen, hogy szerettem hozzáfűzni. Kérdezem, hogy ki az, aki a határozott tervezetet elfogadja és támogatja. Ellene tartózkodás megállapítom, hogy 11 egyhangú igen szavazattal elfogadásra került. 18-as napirendi pontunk, előterjesztés a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Szilárd Hulladék gazdálkodási társulási tanácsba delegált személy és helyettesének jelöléséről. Témafelelősnek nincs kiegészítése, pénzügyi és ügyrendi bizottság véleményezte. A pénzügyi és ügyrendi bizottság 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal tartózkodás nélkül javasolja a képviselőtestületnek a határozott tervezet elfogadását. Köszönöm szépen. Kérdés a képviselők részéről van-e? Más vélemény, javaslat? Ha nincs, akkor javaslom a képviselőtestületnek a határozott tervezet elfogadását. Ki az, aki ezzel egyetért? Ellene tartózkodás nincs. 1 nem szavazat és 9 igen szavazat, mert 10 főre módosult a határozott tervezet elfogadásra került. 19-es napirendi pont, előterjesztés a Kornisné Rita jelz a Szociális és Gyermekjóléti Központ érdekképviseleti fóruma fenntartói tagjának kijelöléséről. Témafelelősnek nincs kiegészítése, pénzügyi és ügyrendi bizottság véleményét szeretném kérdezni. Bocsánat. Az ügyrendi és pénzügyi bizottság 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal tartózkodás nélkül javasolja a képviselőtestületnek a határozattervezet elfogadását. Köszönöm. Szociális és Humán Bizottság véleményét szeretném kérdezni. A Szociális és Humán Bizottság 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással javasolja a képviselőtestületnek a határozattervezet elfogadását. Köszönöm szépen. Képviselők részéről kérdés, vélemény, más javaslat? Ha nincs, akkor javaslom a határozattervezet elfogadását. Ki az, aki ezzel egyetért? Ellene tartózkodás 9. Bocsánat, ellene? Tehát akkor 8 igen, 1 nem, és 1 tartózkodással a képviselőtestület a határozott tervezetet elfogadta.
20-as napirendi pontunk, előterjesztés képviselők részére munkavégzésükhöz szükséges informatikai eszközök biztosításáról. Téma felős Köblös Máté. Van-e kiegészítés, nincs kiegészítés, pénzügyi és ügyrendi bizottság véleményét szeretném kérdezni. A pénzügyi és ügyrendi bizottság 5-1 hangú szavazattal javasolja a képviselőtestületnek a határozattervezet elfogadását. Köszönöm szépen. Van-e kérdés, vélemény, más javaslat? Ha nincs, akkor javaslom a határozattervezet elfogadását. Ki az, aki ezzel egyetért? Ellene tartózkodás, megállapítom, hogy 10 igen szavazattal elfogadásra került. 21-es napirendi pontunk, előterjesztés a Nyíregyházi Tankerületi Központ részére történő tulajdonosi hozzájárulás megadásáról, értéknövelő felújítás megvalósításához, lámpa, tábla, videóelem, parketta, stb. Témafelelős Gazdagné dr. Tóth Marianna, és tárgyalta a pénzügyi és ügyrendi bizottság. A pénzügyi és ügyrendi bizottság 5-1 hangú igen szavazattal javasolja a képviselőtestületnek a határozat tervezet elfogadását. Köszönöm szépen. Képviselők részéről van a kérdés, vélemény, hozzászólás. Akkor igazgató. Képviselő úr. Szeretnék köszönetet mondani a tankerületnek, hiszen folyamatosan a jutott oktatásnak az egészségügyi romokban hever, de igen komoly felújítások zajlanak folyamatosan a tankerület által fenntartott intézményekben. A gimnázium tornatelme például évek óta baleset veszélyes, és örülünk, hogy ezt a szép padlózatot meg tudják csinálni, és gratulálunk hozzá, és sok siker, jó egészséget kívánunk a felhasználóknak a továbbiakban. Köszönjük szépen. Igen, tehát igazgató úr a felét elmondta nekem, hogy ugye utóbbi időben a tankerületi központtal tényleg kiváló az önkormányzat együttműködése, hiszen tavaly az iskolának, a kaviskolának 20 millióért tetőt cseréltek. Idén ugye összefogva az önkormányzattal, nekünk is a tornaterem és a sportegyesület önkormányzat és tavópénz, valamint tankerület a tornaterem padlóját cserélték ki szintén 10 millió forint értékben. Most pedig az 1981-ben felszerelt lámpatestek, ami közel 900 darab, az kerül ledes világításra átszerelve. Ugye ez közel egy 27 milliós beruházás, viszont így, hogy az önkormányzat mondjuk felszerelte a napelemeket az iskola tetejére, gyakorlatilag az áramfogyasztásunk és a költségeink is nullára csökkennek. Úgy fogalmazott egyik ismerősöm, hogy lehet, hogy még ő fizetnek majd nekünk, hogy világíthatnak nálunk, ezt csak a humor kedvéért mondtam. Viszont tényleg az utóbbi évek beruházásai, aki jár az iskolába, az láthatja, hogy minőségi változás hoznak az oktatás feltételeiben is. Hát én bízom benne, hogy a következő években is ugyanilyen marad az együttműködésünk, és ezért mi mindent megteszünk polgármester úrral. Lejárjuk a lábunkat, ha kell. Köszönöm szépen a hozzászólást, köszönjük szépen. Más hozzászólás, vélemény, javaslat. Hát annyit tudok én is csak hozzáfűzni a történésekhez, hogy még mindent el sem mondtuk, mert azért történt egy mosdófelújítás a bűdiskolában is, a kabaiskolában is, lett egy új kézilabdapálya, 21 néhány millió forintért, és hát ugye, ahogy elhangzott, megújulnak a tornatermek, megújul a világítás, energiahatékony lesz az intézmény, és tényleg egy olyan kapcsolatról beszélhetünk a tankerület, az önkormányzat között, hogy, és az iskola között, ami azt gondolom, hogy példaértékű minden más település számára, és tényleg azon az úton megyünk tovább, hogy a lehető legtöbbet tudjuk kiharcolni az iskolának, Tiszavasvárinak, és azokat az évtizedes lemaradásokat, azokat minél hamarabb, minél rövidebb idő alatt hozzuk be. Így ezen fogunk dolgozni, ezt tudom ígérni, és hát a jó kapcsolatot igyekszünk továbbra is fenntartani. Tessék. Én még annyit szeretnék ehhez mondani, hogy még két fontos szereplő kimaradt a történetből, ami apróságnak tűnik. Egy nagyon jó együttműködő SMK közössége van az intézmények, tehát minden oldalról, illetve egy büszkén mondható, hogy majdnem minden intézménynek egy nagyon jó működő alapítványi háttere is van, ami lehetőséget ad még plusz forrásoknak a bevonására, és tudunk együtt gondolkozni sok mindenbe, amihez lehet, hogy a tankerületnek vagy részbe tudja megoldani, akkor mindig van egy nyitott ajtó, ahol még lehet pénzt szerezni bizonyos dolgokra, és volt sokszor olyan eset, hogy a
tankerület azt mondta, hogy csak ennyi pénzt tudok adni, és akkor vagy a szülői munkazók közösségek, vagy pedig az alapítványok biztosították a többletforrást, és én ezért büszke is vagyok arra, hogy egy picit én is részesülhetek ezeknek a megvalósításához, mert mindig egy kis piciből indulunk, és mindig nagy dolgok történnek. Tehát én úgy gondolom, hogy 3-4 évvel ezelőtt nem ismertük azt gondolni, hogy az intézmény rendszereinkben ennyi fejlesztés és ennyi erőlépés fog történni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a kiegészítést, és valóban így van, és ez egy példás együttműködés minden tekintetben. Ha nincs más hozzászólás, vélemény, esetleg más javaslat, akkor feltenném szavazásra, hogy ki az, aki a határozati tervezetet elfogadja és támogatja. Ellene tartózkodás megállapítom, hogy 9 igen egyhangú szavazattal elfogadásra került. A 22-es napirendi pontunk előterjesztés Tiszavasai Városi Önkormányzata és a Nemzetiségi Önkormányzatok közötti együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról. Itt két határozott tervezetről fogunk dönteni. Témafelelőt szeretném kérdezni, hogy van-e kiegészítés, nincs kiegészítés, pénzügyi és ügyrendi bizottság véleményét szeretném megkérdezni. A pénzügyi és ügyrendi bizottság 5 egyhangú igen szavazattal javasolja a képviselő testületnek a határozott tervezet elfogadását. Köszönöm. Vélemény, hozzászólás. Igen, itt 2 volt, mind a 2-t javasolja. Mind a 2-t, jó. Nincs. Gyakorlatilag ugye le van írva az előterjesztésben, január 31 óta jogszabályban nem történtek változások, és az érint nemzetiségi önkormányzatok sem kezdeményeztek módosítást. Én azt gondolom, hogy a Ruszin nemzetiségi önkormányzattal eddig is jó együttműködése volt önkormányzatunknak. Most a Roma nemzetiségi önkormányzatnál bekövetkezett változások azt gondolom, hogy bizakodással tölthetnek el bennünket. Egy jó kapcsolat kialakítására törekszenek. Mi ennek az érdekében meg fogunk tenni mindent, és segítjük őket, és az együttműködési megállapodások megkötését pedig javaslom támogatni. Ha nincs kérdés, vélemény vagy hozzászólás, akkor az első határozattervezetet tenném fel szavazásra, ki az, aki azzal egyetért. Ellene tartózkodás, akkor 10 igen egyhangú szavazattal elfogadásra került. Második határozattervezetet ki az, aki támogatja. Ellene tartózkodás, megállapítom, hogy ez is 10 egyhangú igen szavazattal elfogadásra került. A 23-as napirendi pont tájékoztató az önkormányzat tulajdonában lévő egyes ingatlanok ingyenes használatáról. Témafelelősnek van a kiegészítése? Nincs. Pénzügyi és ügyrendi bizottság véleményét szeretnénk kérdezni. 3 határozott tervezetünk lesz majd. Igen. Az első határozat tervezetet a pénzügyi és ügyrendi bizottság 4 egyhang igen szavazattal javasolja a képviselőtestületnek elfogadásra. A második határozat tervezetet 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással javasolja elfogadásra, és a harmadik határozat tervezetet pedig 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással javasolja a képviselőtestületnek elfogadásra. Köszönöm. Kérdés van-e a képviselők részéről? Vélemény, más javaslat? Ha nincs, akkor az első határozott tervezetet tenném fel szavazásra. Ki az, aki azzal egyetért? Ellene tartózkodás, 10 igen egyhangú szavazattal elfogadásra került. Második határozat tervezet, tehát teszem fel szavazásra, ki az, aki azt támogatja. Ellene tartózkodás, 9 igen és 1 tartózkodás mellett szintén támogatásra került. És a harmadik határozat tervezetet tenném fel szavazásra, ki az, aki azt támogatja. Ellene tartózkodás, 1 tartózkodás és 9 igen szavazat mellett ez a határozott tervezet is elfogadásra került. 24-es napirendi pontunk tájékoztató az ifjúsági tábor 2019. év üzemeltetéséről. Témafelelős részéről nincs kiegészítés, pénzügyi és ügyrendi bizottság véleményét szeretnénk kérdezni. A pénzügyi és ügyrendi bizottság 4 igen szavazattal javasolja a képviselőtestületnek a határozat tervezet elfogadását. Köszönöm szépen. Képviselők részéről a kérdés.
ügyvezető asszony szeretne szólni. Nem? Lehetőséget megadom. Az első és konkrétan a szezon közepére töppentünk bele a tábor időszakába. Én egyébként szeretnék köszönetet mondani Marcinoszki képviselőnek is, hiszen nagyon jó együttműködés alakítottunk ki a sportfürdővel a táborozások vonatkozásában. Tényleg mindenben nagyon konstruktív volt, és azon volt, hogy minden helyzetben a legoptimálisabb megoldást tudjuk kialakítani, és az ide érkező vendégeknek tudjuk biztosítani a strandfürdő igénybevételét. Nagyon jó visszajelzéseink vannak a táborra, hiszen a korábbi években is, és ezt mi is tapasztaltuk, hogy visszajelző vendégek vannak, és már előre, tehát már most elmondhatom, hogy igen jelentős számú foglalásunk van a jövő évre vonatkozóan, már erre is naptárterv készült, hiszen nagyon kell figyelnünk, hogy hol van még szabad kapacitásunk. Igyekszünk azokat a felújítási, javítási feladatokat most még a szezon kezdés előtt elvégezni, amikkel még szebbítehetjük ott a környezetet. Hiszen fásításban is gondolkodnunk kell, hiszen a nagy árnyatagú fák igen nagy számban sajnos betegek, fakopáncsok folyamatosan pusztítják, és ezáltal veszélyesek már, de magának a tábornak ez is egy jellegzetessége, hogy a napfény és az árnyékot, tehát a hűs árnyékot adó terület, ezáltal ugye az idősebbek és a fiatalabb generációnak is nagyon kikapcsolódás jelent. Köszönöm szépen. Én annyit szeretnék csak hozzáfűzni, hogy az előterjesztésének tehát az eredményeknek a bemutatása után föl vannak sorolva a jövőbeni szándékok, és ennek nagyon örülök, hogy olyan tervek is benne vannak a táborral kapcsolatban, ami a nyitvatartási időt, vagy pedig azt tudja kitágítani, hogy tehát nem csak a nyári időkre fog majd csak szorítkozni a tábornak a működése, hanem lehet, hogy akkor a téli hónapokat, tehát mondjuk egy karácsonyi időszaktól kezdve bármi, hogy őszi szünetbe, és igénybe lehet majd venni, ahogy én értelmezem a terveket, tehát hogy téli esétre kerülnek majd egyes házak, és én úgy gondolom, hogy olyan igény lesz majd, lehet város szinten is, vagy más szinten, ami szerint a városnak meg hosszú távon csak előnyt. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Más hozzászólású, ne? Parancsolj. Határozott tervezetet ezekkel a fejlesztési javaslatokkal ki lehet megkészíteni, hogy a képviselőtestület vizsgálja meg azokat a lehetőségeket, hogy ezekből mi tudunk esetleg már a következő szezonra megvalósítani. Más vélemény, hozzászólás, javaslat. Én is köszönetemet szeretném kifejezni a ügyvezető asszonynak, a Kft. Összes munkatársának, aki részt vett abban a munkában, ami nem volt egy egyszerű feladat, én azt gondolom, mert egy nagy átalakuláson ment keresztül a Tivaszolk Kft., ugye a közétkeztetési non-profit Kft. Volt, aki üzemeltette annó az ifjúsági tábort, és hát voltak aggodalmak, hogy hogyan és mint fog alakulni, akár a beolvadás, akár a tábor üzemeltetés, akár az étkeztetés. De azt mondom, hogy az idő az bebizonyította, hogy mindenki kiállta a próbát, és gyönyörűen és példásan működnek a tábor, a közétkeztetés és minden más, ami a Tivaszolk Kft.-hez kapcsolódik. Persze nem azt mondom, hogy minden zökkenőmentes volt, de olyan problémák és olyan fennakadások sehol nem voltak tapasztalhatók, amik negatív kihatással lettek volna a város, a Tivaszolk Kft. Vagy bárkinek a megítélésére. Én azt gondolom, hogy azok a fejlesztési elképzelések fontosak, amik föl vannak itt vázolva, és mindenféleképpen foglalkoznunk kell vele, mert az erősödő idegenforgalom, turizmus és az igények, amik fölmerülnek, azok fontosak Tiszavasvári számára, és egy óriási lehetőséget biztosítanak a továbbfejlődésre. Én támogatom képviselő úrnak a határozott tervezet kiegészítése az általa elmondottakkal.
és hát figyeljünk oda, hogy a tábor az a lehető legjobban legyen karbantartva, és azt a vendégszámot, azokat az éjszakákat, azokat az ide látogatókat őrizzük meg a tábornak, Tiszavasvárinak, akik eddig is igénybe vették, és ha lesz lehetőségünk, akkor bővítsünk és fejlődjünk, fejleszünk ezen a területen is, és ennyivel szerettem volna ezt a napirendet kiegészíteni, és akkor a képviselő által tett kiegészítéssel, javaslattal javasolnám a képviselőtestületnek a határozattervezet elfogadását, aki ezzel egyetért kész felemeléssel jelezze. Ellene tartózkodás 10 igen egyhangú szavazattal a határozattervezet elfogadásra került. Egyebek egyes napirendi ponthoz érkeztünk, előterjesztés forgalomcsillapító borda áthelyezéséről. Itt az anyag kedden kiküldése került, témafelelős Kovács Edina, van esetleg kiegészítés hozzá, nincs kiegészítés hozzá, pénzügyi és ügyrendi bizottság tudta tárgyalni. A pénzügyi és ügyrendi bizottság 4 egyhangú igen szavazattal javasolja határozattervezet elfogadását a képviselőtestületnek. Köszönöm. Kérdés van-e a előterjesztéssel kapcsolatosan? Igen? Csak most az nincs itt, hogy az a felkörrendő tulajdonképpen, az ki lesz világítva, ugye? Világítva, vagy viszont felfestve, lássa az ember, hogyha megy, hogy meglepetés kitérő. Nem, persze, csak a táblát is elhozom fejezve, és ide is fel lesz festve, beérni csíkozásra, hogy a végül is kell. A láthatóságot biztosítani fogjuk mindenféleképpen, tehát ez egy fontos, én nem szeretném azt a hibát elkövetni, ami az előző fekőrendőrök, vagy nem tudom, forgalomcsillapító bordák kialakításánál történt, hogy sajnos nem volt az első napokban lefestve, és nagyon sokan beleszaladtak, rosszul jártak, nem csak amiatt, mert nem volt megfelelően felhívva a figyelemre, hanem azért is, mert a borda kialakítása az nem a legtökéletesebb volt. Még örökségként van ezekből a bordákból, ezeknek a módosítására, meglévők módosítására, javítására már van elképzelés, erről majd fogjuk tájékoztatni a képviselőtestületet. Most ennek a bordának a kihelyezését mindenféleképpen támogatandónak gondolom, és a kialakítás tekintetében meg pedig a kivitelezővel egyeztetni fogunk, hogy olyan magassággal, szoknyával alakítsa ki, hogy azért lassító funkcióját ellássa, de a gépjárművekben a közlekedőknek ne okozzon kárt és problémát. Én ennyivel szerettem volna ezt kiegészíteni, és természetesen ugye a láthatóságot fogjuk biztosítani. Ha nincs más hozzászólás vélemény, akkor javaslom a határozattervezet elfogadását a képviselőtestületnek, aki ezzel egyetért, kész felemelése 10 igen, ezt mondjuk szolgottan elfogadtuk. Egyebek 2-es, előterjesztés az idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról. Itt is kiküldése került az anyag. Témafelelősnek van-e kiegészítése hozzá? Igen. Előterjesztés azért volt szükségünk az ellenőrzéssel, az adó ellenőr ellenmondással, a rendeletünk és a magasabb jogszabály között, és mivel a helyi adótörvény az egy ingyenes szálláshelyre is kiterjedt, ezért a rendeletben indokolt a bevétel szerzőkének résztörlése. Ezért javasolt a rendelet módosítása és a könnyebb áttekinthetőség érdekében a új rendelet megalkotása. Köszönjük szépen! Kérdés van-e előterjesztéssel kapcsolatban? Vélemény vagy más javaslat? Ha nincs, akkor javaslom a képviselőtestületnek a rendelettervezet elfogadását. Ki az, aki ezzel egyetért? Ellene tartózkodás 10 igen egyhangú szavazattal elfogadásra került. Egyebek 3-as napi rendi pont előterjesztés. Topos pályázatunk, komplex energetikai fejlesztések Tiszavasváriban megnevezési pályázattal kapcsolatosan megkötött vállalkozós szerződések módosítása, a teljesítés határidője tekintetében. Az anyag a mai napon került kiküldésre, két határozat tervezetünk lesz, és megkérnünk a csinálat, hogyha lehet akkor szóban és kiegészítés tájékoztatást kapcsolatosan. A képviselőtestület a november 14-én megtartott rendkívüli ülésén döntött arról, hogy ezt a vállalkozási szerződést módosítja,
5 esetben a Hankó László Zenei Iskola, a Városi Kincstör, a Térségi Szolgáltatóház, az Általános Iskola és a Kornisnyi Liptai Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ esetében a teljesítési határidő 2019. december 31 napjára módosult. A testületi döntést követően, de még a szerződések előkészítésekor fényderült arra a körülményre, hogy a határidőt még tovább kell módosítani, mivel szükségesek adveszmérő beépítése, mérőórák áthelyezése és amper bővítés, amelyet nagy valószínűséggel a szolgáltató általi ügyintézés fog meghosszabbítani. Ezért csak 3 esetben került sor a szerződést módosító okirat aláírására. A Városi Kincstár, a Hankó László Zeneiskola és a Térségi Szolgáltatóház esetében, mivel ezeknek a szerződéseknek a teljesítési határideje 2019. november 18-án lejárt volna. A másik 2 szerződést módosító okirat vonatkozásában, tehát az Általános Iskola és a Kornisnyi Liptai, ez a Szociális és Gyermekjóléti Központ tekintetében pedig javaslom, hogy a már új teljesítési határidővel kerüljön aláírásra a szerződés módosítása, azzal egyidejűleg, hogy a képviselőtestület 2019. november 14-én elfogadott 383/2019-es KT határozatának 4-es és 5-ös pontját, valamint az ahhoz tartozó 4-es és 5-ös mellékletet helyezze hatályon kívül. A vállalkozó benyújtotta a kérelmét ennek a módosításnak a határidő hosszabbításra, melyben 2020. március 31. napját jelölte meg. Ebben a határidőben a vállalkozó, amint tudja, ő ezt teljesíti, tehát hamarabbi teljesítés lehetséges, de mivel az EON-nál nem tudjuk, hogy pontosan mikor fog végbe menni az ügyintézés, ezért március 31 lett meghatározva. 2 határozat tervezete van az előterjesztésnek. Az egyes határozat tervezet, tehát a 383/2019-es KT számú határozat 4-es és 5-ös pontja, valamint a hozzátartozó 4-es és 5-ös melléklet hatályon kívül helyezése, valamint egy második pont, hogy felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a vállalkozó ügyvezetőjét. A második határozat tervezet pedig a teljesítési határidő meghosszabbítását foglalja magában, mind az 5 pont van, tehát mind az 5 önkormányzati ingatlan tekintetében. Valamint ezekhez tartozik a határozat tervezet mellékletében a szerződés módosítások. Köszönöm. Köszönöm szépen. Bizottságok nem tárgyalták, képviselőtestület részéről van-e kérdés? Vélemény más javaslat? Ha nincs, akkor javaslom az első határozat tervezet elfogadását. Ki az, aki ezzel egyetért? Ellene, tartózkodás, 1 tartózkodás, 90 szavazattal elfogadásra került a határozat tervezet. Második határozat tervezetet teszem fel szavazásra. Ki az, aki ezt támogatja? Ellene, tartózkodás, 1 tartózkodás és 9 szavazattal szintén elfogadásra került. Nyílt ülésünk végére értünk. Egyedekben közérdekű bejelentése, ami valakinek. Igen. Köszönöm. Először is a pozitív visszajelzés lehetőségével szeretnék élni, miszerint a Műdi városrész lakói közül többen megkerestek a sikeres útfelújítási munkálatokkal kapcsolatosan, és nagyon elégedettek a lakók. Nagyon jó érzés volt ennyi pozitív visszajelzést hallani, és biztatásukat fejezték ki polgármester úr felé is, és a képviselőtestület felé is. Köszönöm. Köszönöm. Más hozzászólás? Köszönöm szó, polgármester úr. A lakosság elég széles körbe kapott már tájékoztatást, ugye a probléma térkepkukat tiszavasvári.hu e-mail címről. Ugye szó volt már erről alakulóülésen, a Vasvári Hírmondó is leközölte, internetes felületen is megjelent. A kérdés ezzel kapcsolatosan, hogy a lakosság mennyire veszi ezt igénybe, ezt a jelzési rendszert, és milyen jellegű megkeresések érkeznek erre, van esetleg olyan
központi téma, ami az emberek érdeklődését felkelti, és egy jelzés ezzel kapcsolatban, hogy nem mindenki fog élni ezzel a lehetőséggel, ezért ugye maradt, hogy meg fogják keresni a képviselőket. Egy példát kiragadok, például az Attila térrel kapcsolatosan ott a játszótér ismét felmerült problémája, hogy milyen állapotban vannak ott ugye a gyerekeknek szánt rugós berendezések. Bár mondjuk nem zárja ki azt a tényt, hogy esetlegesen ezt már nem jelezték erre az e-mail címre, azért van a kérdés most, hogy jeleznek-e ilyen jellegű problémákat a lakosok. Köszönöm. Köszönöm szépen. Erőbb Tamás Viktornak reagálnék a hozzászólására. Igen, hozzánk is érkeznek a pozitív üzenetek, pozitív visszacsatolások, amik jól esőek, azt gondolom mindannyiunk számára, mert ha nem is minden tökéletes, és nem is minden hibátlan elsőre, meg nem is tudunk mindent azonnal felújítani, de én azt gondolom, hogy egész komoly lépések és komoly változásokkal megyünk előre. Bődi városrész, van egy 30 méteres szakasz, amit nagyon-nagyon régóta hát áldatlan állapotok uraltak, és például onnan, ami csak egy durván 30 méter, olyan üzeneteket kaptunk vissza, hogy hát évtizedes problémát oldottunk meg. Igaz, vannak még utcák, Hunyadi, vagy nem mondjam sorba a Bődi városrészen, meg hát az egész városban, ahol még akadnak problémák, minden utcát számba veszünk, minden utcán törekszünk a javításokra, de ezekkel a pici javításokkal, újításokkal is azt gondolom, hogy emberek komfortérzetén tudunk javítani. A nagyobbakkal meg persze legyen az Rinny út, Szabolcs vezér, ifjúsági Petőfi, azért nem csak a tiszavasváriaknak, hanem a tiszavasvárin keresztül közlekedőknek is a komfortérzetét, meg a biztonságát tudjuk javítani, segíteni. Jönnek ilyen jelzések is, jönnek persze olyanok is, amik kicsit türelmetlenebbek, de hát mi türelmesek vagyunk ezekkel a visszajelzésekkel kapcsolatban is, mindenkinek megértjük a gondját, problémáját. Nekünk kell egy fontossági, ezt elmondtam sokszor, egy fontossági sorrendet felállítani, akár az útfelújításoknál, akár a problémák kezelésénél is, hogy mennyi embert érint, milyen súlyos, és annak függvényében tudjuk gyorsabban, vagy egy picit később ezeket a gondokat orvosolni. Most az útfelújításokról csak annyit, hogy hát lassan a téli időszak beálltával már le fog állni, megszűnik most az utak felújítása, javítása, viszont a jövő év tavaszától folytatódik. Ha esetleg addig problémák merülnek fel, akkor a szerződésben vállaltak szerint a garanciát azt tudjuk érvényesíteni, bízom benne, hogy erre nem lesz szükség, de ha igen, akkor a szerződésnek megfelelően ezt meg fogjuk tenni. Ahol nem kerülnek most az utak felújításra, ott pedig még türelmet kérünk egy pár hónapon, vagy pár hónap erejéig. Szabó Zsolt képviselő úrnak mondanám, igen, működik a probléma térkép. Talán tegnap előtt néztünk rá, nem is tudom, 5-6 e-mail, ami úgy komolyabbnak vehető. Természetesen a jelzések között azért akad olyan, aki név és cím nélkül, és más formában próbálja jelezni a gondját. Mint ahogy mondtam, azzal nem igazán fogunk tudni foglalkozni. Bár olyan jellegű, azt mondom, nem fogjuk figyelmen kívül hagyni, de továbbra is az a kérés, hogyha bejelentés érkezik, vagy jelzés, nem lesz semmi gondja a állampolgárnak, a tiszavasvári lakosnak belőle, de úgy sokkal komolyabban vehető, sokkal jobban visszajelezhető is akár az illetőnek, hogy hol tart az ügy. Érkeznek jelzések. Azt is tudom, meg tudomásul veszük természetesen, hogy nem mindenkinek működik az internetkezelés, nem mindenki tud e-mailt küldeni. Azért vannak a képviselői fogadóórák, azért van a polgármesteri fogadóóra, a jegyzői fogadónap fogadóóra, meg hát azért vagyunk képviselők, hogy az emberek között járunk, akkor azokat a jelzéseket vegyük és továbbítsuk az önkormányzat felé. Ehhez csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy itt a testületüléseken lehetőleg az egyebek napi rendipont az ne a hibák jelzésével és feltárásával teljen el, hanem a képviselőknek megvan a lehetőségük elektronikus formában eljutatni ezeket a jelzéseket, és akkor azt ott vesszük, és a határidőknek megfelelően fogunk visszajelezni és kezelni.
És ennyi. A más megkeresési forma pedig akár a személyes vagy telefonos megkeresés továbbra is él és működik. Köszönöm szépen. Van-e más közérdekű? Igen. Köszönöm, még egy probléma felvetésem lenne. Visszatérő problémáról beszélünk. Ez az, amivel a leggyakrabban megkeresnek mostanában a körzet lakói. Ez pedig nem más, mint a kóborkutyák kérdése. Én szeretném jelezni azt, hogy egyre több a kóborebb a város utcáin, és a lakossági visszajelzések alapján nagyon sok kerékpáros gyalogost megtámadnak ezek a kutyák, illetve kiszaladnak az autók elé, ami viszont már a közlekedés biztonságot is befolyásolja. És itt szeretném leszögezni, hogy a személyes véleményem az, hogy nem a kutya tehet arról nyilván, hogy az utcán kell kóborolnia, hanem a felelőtlen állattartás eredményezi ezt. Kérdésem az lenne, hogy sikerül-e valamilyen előrelépést tennünk ennek az ügynek a megoldása érdekében közeljövőben. Köszönöm. Köszönöm. Teljesen egyetértek azzal, hogy állampolgári felelősség az, hogy kóbarebek vannak az utcákon, nem csak itt, hanem az ország más településein is. Felelőtlen állattartás valóban, viszont az önkormányzatnak meg feladata. Ebből kifolyóan rengeteg van. Nagyon sokat költünk a kóbarebek befogására. Ezt már megfogalmaztuk több hónappal ezelőtt, hogy nem ez a megoldás, hanem a hatékonyabb probléma kezelésre egy gyepmesteri telep, egy akár állatmenhely kialakítása lenne a jövőben a megoldás. Történtek már lépések a közfoglalkoztatási program keretében is. Szakhatósági, előzetes szakhatóságink megvan a gyepmesteri telepnek a helyére, a kialakítására. Most kerül tervezésre a közfoglalkoztatási program a jövő évi, és mindenféleképpen mi már egyeztettünk a Tivaszol Kft. Ügyvezetővel, dr. Gondcsák Andreával, erről jegyzőasszonyal, és a polgármesterről és meg másokkal is, hogy próbáljuk ezt a kérdést kiemelten kezelni, és a közfoglalkoztatás keretébe valahogy támogatást erre kiállni, eszközölni és megvalósítani egy gyepmesteri telepet Tiszavasváriban. Ebben partnerek a környező települések is, akár hozzájárulás formájában is. Természetesen akkor tudunk majd konkrétumokról beszélni, ha van egy gyepmesteri telepünk. Ha esetleg nem partner a környező település, vagy nem partnerek a környező települések, nekünk akkor is orvosolni kell ezt a problémát, mert a több százezer forintos tétel, amit kifizetünk, az is gond, de az is gond, amit képviselő úr elmondott, hogy az ebek veszélyt jelentenek a gyerekekre, felnőttekre, veszélyt jelentenek a közlekedőkre, és hosszú távon nem megoldás 10-20 ebnek az elvitele, mert a folyamatos utánpótlás az létezik, van, és nem fogynak az ebek, hanem gyarapodnak, úgyhogy erre nagyon rövid időn belül szeretnék, de szerintem mindannyian szeretnénk hathatós megoldást tenni, és tettünk is lépéseket már ennek az ügyében, és tájékoztatni fogjuk a képviselőket a történésekről az elkövetkezendő időszakban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm. Én meg szeretném kérdezni, hogy tudomásom szerint folyamatban van egy per az önkormányzat és a volt temetőszolgáltató Kft. Között, jól tudom, az elsőfokú döntésről, hogyha kérhetnék tájékoztatást, illetve arról, hogy most ki képviseli ebbe a perbe az önkormányzatot. Írásban fogunk tájékoztatást adni erről a perről, és a képviselő személyéről is. Hogy mondhatjuk? Dr. Vaskó. Akkor még mindig ő. Igen. Tökéletesen látja le a feladatát. És mi lett a elsőfokú döntés? Azt tudtad? Írásban fogunk tájékoztatást adni róla. Győztünk? De részletes tájékoztatást fog kapni képviselő. Egyébként nem győztek. Más kérdés, vélemény? Igen? Már az utolsó, köszönöm. Szintén egy lakossági kérdéssel forduló polgármester úrhoz. A Bűdi városrész lakói, Dankó Tanya lakói, illetve Józsefáza lakói kerestek meg azzal többen, hogy szeretnének nagyobb polgárőr és rendőri jelenlétet az utcákon, főleg az éjszakai órákban. Én itt már a polgárőr parancsnokkal tudtam konzultálni ebben az ügyben, és maximálisan támogatását fejezte ki, és ígéretet kaptam arra, hogy a szolgálatszervezés során úgy intézik a szolgálati beosztást, hogy ezek a peremterületek is több figyelmet kapjanak. Szeretném megkérdezni, hogy van-e arra lehetőség, hogy rendőrkapitány úrral esetleg felvegyük a kapcsolatot.
és ezügyben tárgyaljunk. Köszönöm. Képviselő úr nyitott ajtókat, vagy kapukat dönget, hogy is fogalmazza. Egy hete, két hete volt talán egy járási fórum a rendőrkapitányságon, a közbiztonság helyzetére, vagy beszámoló, és ott ejtettünk szót erről is. Személyes találkozón is kértem kapitány urat egy hatékonyabb rendőri jelenlétre, nem csak Józsefházán, hanem a város más egyéb területei, most csak így hirtelen mondom, hogy Szent Mihály tér, Attila tér és környéke, Bűdi városrész, de többek között Józsefháza is szóba került. Nagy segítség lesz a kamerarendszernek a kiépítése, ugyanis Józsefházán egy olyan kamera állomás kerülne kialakításra, ami nagyban tudja majd segíteni a rendőrség és a polgárőrség munkáját is. A tervezés folyamatban van, tehát az elképzelések egyeztetés alatt vannak a rendőrséggel és a belügyminisztérium munkatársaival. Már megfutottuk a köröket a képviselőkről, amikor azt mondom végleges állapotába kerül ez a fejlesztés, akkor fogunk egyeztetni, de a képviselői véleményeket, a rendőrkapitányság és a polgárőrség véleményét már figyelembe vettük a rendszer tervezésének kialakításánál. Úgyhogy minden területen próbálunk mozogni, kapitánysággal jól kapcsolat is fölvettük már. Köszönöm szépen. Jó. Más kérdésre jön? Én meg egy meghívót szeretnék átadni a városlakóknak. A tiszavasvári nagycsaládosok 25 évesek az idén, és december 7-én fogjuk ünnepelni a 25. évfordulónkat egy egész napos non-stop program sorozattal ráépülve a Mikulásra és az egyebekre. A délelőtti időszakban a művelődés az EKIK központjában, a találkozások házában lesz egy zenés program, ahol szeretettel várjuk a gyerekeket és főleg a kisiskolásokat. Utána lesz napközben egy szakmai fórum, ahol a családpolitikával és a népesedéssel, gyerekvállással érdekében szeretnének sok információt megkapni, mert határon túli kapcsolatainkból is jönnek előadást, tehát mi szívesen várjuk ezen résztvevőket, és délután 3 órától pedig a házasságkötő teremben lesz az ünnepélyes 25 éves évfordulónk, ahol sok-sok meglepetéssel és kedveskedéssel fogja várni az Egyesület a városlakókat, és mindent, nem csak nagycsaládos, de mindenkit várunk szeretettel erre a rendezvényünkre. Köszönöm szépen. Akkor kérdésünk végére értünk. Azt mondom, hogy zártulással folytatjuk tovább.